Átköltözünk a Skype-ra, Zolikám? Én azt hiszem, igen. Igen, átköltözünk, mert vár ránk a csodálatos Zalatnai Sarolta. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Cinikén, puszi! Hát, jól látom! Már hát jól látom. Versenyzel velünk itt a díszítésben. Hát... Igen, épp azt mondtam, hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen karácsonyi kirakatból, hogy mindent meg akartam nektek mutatni, az az igazság. Te most otthon vagy valami üzletben? Igen. Hát nálam ilyenkor az otthon az úgy néz ki, mint egy üzlet, ugye az ágyási koszorú, általában piros minden, mert hogy imádom a piros virágokat, piros bogyókat. Kaptam a Niki lányomtól egy grincset most éppen, na ami de... itt van. Érdekes, hogy tavaly előtt milyen divat volt, most szinte alig. De az a csodálatos egyébként, hogy nálad egész évben karácsony van. Ugye arról olvastam, hogy ez a karácsony nagyjából nem rövid ideje, 10 éve ott áll a lakásban, és mindig az alkalomnak megfelelően, a különböző ünnepnek megfelelően feldíszíted. Valentin nap, húsvét, átfazonírozod ezeket, igaz? Tehát ez úgy volt először, hogy 10 évvel ezelőtt, igen, még élőfából, és akkor az volt, hogy milyen jó az illata, sajnálom kidobni, hosszú ideig nem száradt el, díszítsük. És akkor eszembe jutott egyszer csak, hogy jó, de hát akkor legyen rajta most milyen ünnep is van, Valentin nap, akkor szívecske, meg szerelmes idézetek, akkor húsvétkor nyuszik, meg tojások, és ez így alakult, és aztán egy kicsit ilyen divat lett a mi baráti körünkben, úgyhogy nagyon sok helyen van ez már, és most ugye az utolsó volt, amikor volt a Halloween, és aztán most már egy hete van karácsonyfánk, minden szépen világít, és én imádom a karácsony. Csak hát sajnos az évek múlásával, és itt azt lehet mondanom, hogy kicsit szomorú vagyok, mert és most pont az apropó, ugye a Meki barátom, tehát én tegnapi napot végig is bőgtem, és szóval nagyon sokan megyünk el már a család, a baráti körök, a karácsonyok már nem olyanok, mint régen voltak, de azért úgy emlékezünk rá, tehát próbálom én is abszolút pozitíve az egészet, és inkább a tervek, meg mit fogunk csinálni, mi lesz jövőre, mit teszünk karácsonykor, stb. Tehát próbálom a szomorú részét nem hát igazán. Igen, mondjuk ez az valóban nehéz kikerülni, és hát tudom, hát ugye nyilván ti a nagy csapat, a nagy generációja ennek az egész zenei világnak, nagyon jó kapcsolatban is voltatok egymással, és hát olvastam is a bejegyzésedet Mekivel kapcsolatban, és azt is megegyezted, ugye szinte egy ilyen felkiáltás szerint, hogy Meki miért nem oltattad be magad. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, itt is felhívna figyelmet arra, hogy lám, ez egy borzasztó helyzet, és nincs kivételezés, mindenkit érint. Tudod, az igazság az, hogy mi tényleg ezen nagyon sokat vitatkoztunk 2 évvel ezelőtt, mikor kezdődött az egész, hogy félünk a szuritól, én is félek a tűtől, de aztán ez tényleg olyan méreteket öltött, hogy ezt már nem lehetett csak úgy lesöpörni, és akkor ezen súlyosan összevesztünk, hogy te igen, én nem, te miért igen, én miért nem, és akkor a végén odáig jutottunk, hogy le vagy tojva, hát ha nem, akkor nem, és ha azt hiszed, hogy most a kutyám megiszta a tejámat, akkor jól gondolod. Hagyd neki! De hát nagyon gáz, tényleg, segbe kellett volna rúgni, hogy igenis, hogy tessék menni, és tessék csinálni, mert állandó emberek között vagyunk, pláne neki is, ugye gyerek, unoka, hát egyszerűen muszáj lett volna. Erre nem tudok mit mondani, csak az, hogy az embernek meg van írva az ideje. És te azt hiszed, hogy sérthetetlen vagy, és egyszer csak kiderül, hogy nem. Így van, ez egy nagyon fontos felkiáltója. Te viszont azt mondtad, hogy a tervekre próbálsz koncentrálni. Mesélsz egy picit a tervedről? Hát, én is 75-ös, az nagyon sokám. De hogy sok. Neked nincs korod, hagyd már rá, te nincs korod. Csodálatos vagy. Én próbálkozom, igen, de a jövő év ez nagyon komolynak ígérkezik, ha ez a borzasztó vírus egy kicsit arrébb áll, mert koncertsorozat 75, jubileum, aréna, bakelit lemez, film, tehát annyi minden van, csak a Jóisten nagyon erőt és egészséget ahhoz, hogy ezt megcsináljam. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy most picikét vagyok ilyen, nem is, hogy rossz hangulatban, hanem szomorkásan, ugye
nem véletlen, hogy miért, de azért büszke vagyok, mert pénteken én is megkaptam a harmadik oltásomat, és azon röhögtek, hogy na mit hoz neked a Mikulás, mondom, mit hozna a vakcinát, mit hoz? És ráadásul ott van, ugye ott vagy a fantasztikus környezetben, de egyébként ez azért is jó ötlet, amit csinálsz ezzel a karácsony vagy fenyőfával, mert nyilván egész évre ad egyfajta jó hangulatot, vagy valamit, amire készülsz, meg amit megszoktál magadkor, egy olyan környezetet alakítottál ki, amiben jól érzed magad. És hát mondjuk ez műfa már, tehát már nem a régi hagyományos, úgyhogy fujogálom fenyőfával, a kép, a hangulat. Úgyhogy igen, meg vagyok, köszönöm szépen, gyerekem is jól van, állataim is jól vannak, körülményekhez képest, igen. Akkor egyébként nálad a karácsony, mint olyan azonos koreográfia szerint zajlik? Tehát meg vannak a hagyományai? Igen, általában főzésileg is, amit természetesen az én jányom főz, mert mindig nagyon nagy szerencsém volt, hogy édesanyám csodálatosan főzött, barátnői megtanulták tőle, Niki megtanulta, szerelmeim mind baromi jól főztek. Neked nem is kellett akkor. Hogy én itt izé ügyet tegyek. Én nagyon-nagyon szeretem. Képzeljétek el, hogy kinyitottam a tévét most reggel, amikor felébredtem, és a nálatok futott Vacsora király, amit megnyertem, hurrá, az ment ismétlésbe, pont ahogy állok a konyhába, hogy a hogy csináljuk a nem tudom milyen szószt. Na mondom, ez akkor jó reggel, hogy egyből. Na szóval nem vagyok benne jó, bár nagyon szeretem a finomságokat, de hát van ilyen hagyomány, tudod, nálunk például a töltött tojás, akkor a zserbó, a hal, általában mindenfajta halétel, ilyen lilahagymás, krumpli saláta, és hát most már néha mi is azért egy kicsit átértünk az egészségesebbre, tehát hogy ne 100%-osan kilók így jöjjenek föl az ünnepek alatt. De én nagyon szeretem a hagyományos kajákat, és hát tudod, azért mi még abban a korban nőttünk fel, amikor a zsíros kenyér hagymával, a krumpli szósszal, a mákos búba, nem tehát nem persze. Ezek... Nem is a kaja a te feladatod, nem. Hanem ez a csodálatos díszítés, amit itt láthatunk mögötted, úgyhogy... Nagyon inspiráló, amit láttunk, úgyhogy köszönjük szépen. Csókolunk szeretettel, és az egész családot, és várjuk a jövő évi terveidnek a megvalósulását. Szia, Cinikém! Mi is benneteket, sok-sok puszi, szép napot! Köszönjük, hogy itt voltál!